Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám csütörtök délutánt, majd estét kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Veszprém városából. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a csütörtöki napon leforgatok néktek egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Veszprém városának területén. És most tulajdonképpen folytatni fogom azt a sétámat, amit én az ezt megelőző videóimba elkezdtem, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, nézzétek meg feltétlenül az ezt megelőző videókat. Köszönöm szépen! És most tulajdonképpen jöjjön hát annak a sétának a folytatása, amit én ugye az ezt megelőző videóimba elkezdtem, itt Veszprém városának területén. És akkor jöjjön hát a videó, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen gagyi videóban. Jöjjön hát a videó, tartsatok velem most! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én az ezt megelőző videómat konkrétan ezen a helyszínen fejeztem be, ahonnan ezt a videót elindítottam. Hát így néz ki a közvetlen környezet tulajdonképpen, ahol én most éppen jelenleg tartózkodom, ott elhalad egy helyi járat, szóval így néz ki a közvetlen környezet. Amit láthatjátok, itt vagyok Veszprémnek a belvárosába tulajdonképpen, és valójában most folytatni fogom azt a sétámat, amit én ugye az ezt megelőző videóimba elkezdtem, és akkor nem is húznám én tovább az időt, hanem folytatom tovább a sétámat. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És akkor el is folytatom is tovább a sétámat, azt a sétámat, amit én az ezt megelőző videóimba elkezdtem, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt miről is dumálok, nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Szóval így néz ki a közvetlen környezet, amit láthatjátok, ugye itt vagyok Veszprémnek a belvárosába tulajdonképpen, amit láthatjátok ezen a felvételen. Én a továbbiabban majd arrafelé fogok haladni, tehát én abba az irányba fogom folytatni majd a sétámat. Lányok és fiúk, csak így jól megmutatom néktek a közvetlen környezetet, hogy hogy is néz ki tulajdonképpen. Ott a háttérben a Kossuth Lajos általános iskola látható, tehát ugye így néz ki a közvetlen környezet, és ugye én majd a továbbiabban majd arrafelé fogok haladni, tehát arrafelé fogom majd folytatni a sétámat. Csak megmutatom néktek azt, hogy az ezt megelőző videómba melyik irányból érkeztem. Én az ezt megelőző videómba tulajdonképpen abból az irányból érkeztem, tehát én onnan érkeztem, abból az irányból az ezt megelőző videómba. De a továbbiabban nem arrafelé fogok haladni, hanem amerre mutattam az előzőekben, szóval lejövök ide a járdára. Szóval, én az ezt megelőző videómba abból az irányból érkeztem, tehát én onnan érkeztem, közben itt el fog menni egy tanulóbusz, és akkor a továbbiabban megmutatom, merre fogom folytatni a sétámat. Amint láthatjátok, itt vagyok Veszprém belvárosába tulajdonképpen, és amint látjátok, itt is ilyen körforgalmas kialakítás van, de mondjuk ez Veszprémre nagyon jellemző, hogy a fő bútkereszteződések ilyen körforgalmas kialakításban vannak. És akkor én a továbbiabban folytatom a sétámat méghozzá abba az irányba. Tehát én a továbbiabban arrafelé fogok haladni, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És most tulajdonképpen folytatom is a sétámat itt Veszprém városának területén,
és majd lassacskán el fogom hagyni ezt a belvárosi részt, és rá fogok térni most a Budapest utcára tulajdonképpen, és akkor szépen a Budapest utca felé távozok el Veszprém belvárosából. A Szélzajé pedig elnézést és bocsátot kérek mindenkitől, hogy szélzajos lesz ez a videó. Na, lányok és fiúk, akkor szépen haladunk rá a Budapesti utcára. Ez már itt tulajdonképpen a Budapesti utca, és itt is van az útbaigazító tábla, a Balaton-Győr-Székesfehérvár, hogy errefelé van. Tehát természetesen ez azért van, mert ez a Budapesti utca. Na, lányok és fiúk, és akkor én folytatom tovább a sétámat, itt Veszprémnek a belvárosába tulajdonképpen. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Veszprém városának területén. És akkor itt szépen haladunk a Budapest utcán kifelé a belvárosból, Veszprémnek a belvárosából, nem mellesleg. Akkor itt haladunk szépen előrefelé konkrétan. Hát lányok és fiúk, ugye az ezt megelőző videóimban elkezdtem én egy sétát itt Veszprém városának területén. Hát nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. És valójában ez a videó konkrétan az ezt megelőző videóknak a folytatása tulajdonképpen. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt konkrétan miről is dumálok, nézzétek meg feltétlenül az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen, mert különben nem fogtok az egészből érteni egy kukkot sem. És itt közben itt van egy Gredó, elment itt mellettünk. Egy Gredó busz elment itt mellettünk, amit láthatjátok ezen a felvételen. Van egy szép kis új Gredó busz, Euro 6-os motorral. Tehát Euro 6-os motor van már ebbe a fajta Gredóba. Na, lányok és fiúk, és akkor haladunk tovább. Itt Veszprém városának területén, és én a továbbiakban arra felé haladok, tehát folytatom tovább a sétámat tulajdonképpen, azt a sétámat, amit én ugye az ezt megelőző videóimba elkezdtem, és akkor itt szépen megyünk kifelé a belvárosból tulajdonképpen, tehát elhagyom a belvárosi részt, és ugye az ezt megelőző videóimba is láthattátok azt, hogy tulajdonképpen honnan is indultam én el ebből a sétával. Ugye én ebből az egész sétával konkrétan ugye Veszprém városának a Tapolca felüli végétől indultam el, tehát a Vámosi úton keresztül jöttem be ide Veszprémbe, tehát a Nemes-Vámosi úton keresztül, majd keresztül haladtam a belvároson, és most szépen haladok kifelé a belvárosból, itt a Budapesti úton. Tulajdonképpen, hát a cél az volna tulajdonképpen, hogy ezen a mai napon ugye átsétálom Veszprém városát keresztbe, tehát egyik végéből a másik végébe fogok elsétálni, és ugye ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt most miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg a ezt megelőző videókat. Köszönöm szépen! Na, lányok és fiúk, és akkor haladunk tovább. Itt Veszprémnek városának területén, Veszprém városának területén, ezt így akartam megfogalmazni. Másodjára csak el tudom mondani, amit el akarok mondani. Nézzétek el nekem, de vannak nálam ilyen bakik, előfordul, könnyedén nálam. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk tovább. És itt az út másik felén már látható a hajdani Veszprémi vasútállomás, tehát a belvárosi vasútállomás látható, legalábbis annak a felvételi épülete, mivel már nem vasútállomásként funkcionál, mert ez a hajdani alsóörs Veszprém vasútvonalnak volt a veszprémi végállomása tulajdonképpen, ez a felvételi épület, és valójában csak ez maradt meg ebből a hajdani vasútvonalból, ami nagyon régen Veszprém és Alsóörs között volt.
Hát nagyon régen volt ez már. Ugye 69-ben szüntették meg ugye a Veszprém alsóörs vasútvonalat. Közel 60 évig létezett az a vasútvonal, nem? Pont 60 évig létezett. Tehát pont 60 évig létezett a hajdani alsóörs Veszprém vasútvonal. És valójában ebből a hajdani Veszprém alsóörs vasútvonalból itt Veszprém területén csak ez a felvételi épület maradt meg, mert tényleg ez a tényleges, tehát ez a tényleges belvárosi vasútállomás, és annak a felvételi épülete látható ott a út túloldalán, tehát ez az épületsor, ami ott szemben van a túloldalon, ez a hajdani alsóörs Veszprém vasútvonalnak a hajdani Veszprém belvárosi vasútállomásának a felvételi épülete tulajdonképpen, de szerintem ez tökre lesikít erről az épületről, levisít erről az épületről, hogy ez valójában egy vasútállomásnak a hajdani felvételi épülete tulajdonképpen, ami ott szembe látható, tehát az a épületsor. Na de, folytatom tovább a sétát. Közben azért mutatok itt egy érdekességet, tőlem jobbra, be kell kamerázzak ide erre a területre, ezt nézzétek. Itt a háttérben látható egy röbúr, tehát itt látható a háttérben egy röbúrbusz. Ezt a hajdani NDK gyártotta ezeket a röbúrbuszokat. Ez például egy összkerékhajtásos röbúrbusz. Onnan tudom, hogy összkerékhajtásos, mert ugye hátul ugye szimpla kerék van, tehát nem két kerék van, vagyis nem négy kerék van hátul, hanem csak kettő, mert ugye a sima hátsó kerékhajtásos röbúrbuszoknál ugye hátul négy kerék volt a tengelyen, ezen meg csak két kerék van ezen a tengelyen, és onnan tudom, hogy ez a röbúrbusz, ami itt most szembe van, hogy ez összkerékhajtásos tulajdonképpen. Meg lehet is látni rajta, hogy ezek a gumik tulajdonképpen, amik ezen a röbúr buszon vannak, ezek bizony terepgumik, tehát ez teljesen egyértelműen terepgumik, amik ott láthatóak ezen a hajdani röbúr buszon. Kár, hogy közelebbről nem tudom nektek megmutatni ezt a röbúr buszt, mert szívesen megmutatnám nektek közelebbről, de amit láthatjátok, bent van egy magánterületen, és a lehet, hogyha kérnénk engedélyt, akkor bemehetnénk és megnézhetnénk közelről, vagy talán egy következő alkalommal, de nem hiszem, hogy ezt nekem megengedik, hogy én bemenjek és videót készítsek erről a röbúr buszról, erről a röbúrról. De a röbúr buszról azt kell tudni, hogy ezeket a röbúr buszokat hajdanán a NDK gyártotta, és nem csak ilyen röbúrok volt, nem csak ilyen röbúr buszok voltak, hanem voltak platós, illetve ponyvás teherautók is ezekből a röburokból, sőt volt dobozos is, tehát zárt busz is ezekből a hajdani röburokból, és ez pedig itt egy busz tulajdonképpen, ami itt látható, egy NDK gyártmányú röbulbusz, ami ez esetben egy összkerékhajtású jármű tulajdonképpen, mivel ez egy összkerékhajtású röbúrbusz. Most, hogy ezt is megmutattam, én folytatom tovább a sétámat, méghozzá arrafelé folytatom a sétámat, tartsatok velem a továbbiakban is. Nos, lányok és fiúk, én már folytatom is tovább a sétámat. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ott a háttérben már a Balatonpláza látható, tehát ott a háttérben az már tulajdonképpen a Balatonpláza, ami ott látható konkrétan, ugye, Veszprémnek a egyetlen egy plázája tulajdonképpen, mert Veszprémben itt más pláza nincs is, csak ez a Balatonpláza van konkrétan, semmi más pláza nincs itt Veszprém területén, és akkor haladunk tovább ebből a sétával, itt Veszprém városában konkrétan. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És akkor én folytatom is tovább a sétámat tulajdonképpen. És ez pedig ugye itt a Budapest utca, ahogy mondottam a korábbiakban.
és haladok kifelé a belvárosból. Hát valójában már elhagytam a belvárost, hisz ez a Veszprém pláza, vagyis Balaton pláza, ami itt szembe van, ez a belvárosnak a szomszédságában van, tehát ez ott pedig ott a Veszprém pláza tulajdonképpen, vagy Balaton pláza, de én Veszprém plázának hívom, de amúgy a hivatalos neve az Balaton pláza, ugye Veszprémnek a egyetlen egy plázája. És akkor haladunk tovább ebben a sétával, itt Veszprém városának területén. Ha gondoljátok, akkor tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek, ugye ahogy mondottam már több ízben is, Veszprém városában, és én milyen sokszor el fogom mondani. Ez elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, hisz nekem van egy baromi nagy hibám, és az én nagy hibám az az, hogy ismétlem a mondataimat, illetve a szavaimat. Ez nekem egy baromi nagy hibám, fejlődési rendellenesség, még beszélni se tudok rendesen, ez is abból kifolyólag van, hogy van némi fogyatékosságom, mert ugye senki se tökéletes, mert elismerem, hogy van némi fogyatékosságom, mert tényleg van, és valójában az a fogyatékosságom van, hogy ismétlem a szavaimat, illetve a mondataimat, meg néha belegavajodok a saját mondani valóimba, csak megfogalmazom helyesen. Na most itt mi lesz? Tehát bált ide elém ez az X6-os, és most itt fogok dekkolni, vagy mi? Na, lányok és fiúk, akkor közben így megmutatom nektek, hogy itt van szembe még mindig a Balaton pláza. Tehát ez itt szembe Veszprémnek a egyetlen egy plázája tulajdonképpen, méghozzá a Balaton pláza. És akkor haladok is tovább én ebből a sétával, itt Veszprém városának területén, mert közben az X6-os BMW elhúzott előlem. Na, lányok és fiúk, akkor folytatom tovább a sétámat Veszprém városának területén. És ahogy mondottam az előzőekben, nekem van némi fogyatékosságom, és az nálam úgy nyilvánul meg, hogy ismétlem a mondataimat, illetve a szavaimat. Hát ezért szóri, bocsánat gyerekek, de az az igazság, hogy senki se tökéletes, és ezáltal nyilvánvaló én sem. Csak én ugye elismerem a hibáimat, mert én elismerem a hibáimat. Nemért is tagadnám, és le se tudnám tagadni, hogy van némi fogyatékosságom. Tehát nem olyan vészes, de van, és ez a lényeg. Na, lányok és fiúk, én folytatom tovább a sétámat itt Veszprém városának területén. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Hát elég nagy forgalom van amúgy itt ezen az úton. Mondjuk ez a Budapest utca, ez Veszprémnek tulajdonképpen az egyik sugárútja, mert Veszprémnek ugye több sugárútja is van, és ugye rengeteg sugárútja van Veszprémnek, amik a hú de sok nincsen, de azért akad jó pár darab. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk tovább itt Veszprém városának területén. És igen, amint láthatjátok ezen a felvételen, kifelé haladok a belváros felől, sőt most már lassacskán igencsak a kertvárosi részbe leszek ismét. És ugye, ha néztétek az ezt megelőző videóimat, akkor láthattátok az ezt megelőző videókban, hogy tulajdonképpen milyen útvonalon haladtam az eddigiekben. Hát nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen. És amit úgy tudtok időrendi sorrendbe tenni, hogy megnézitek a pontos idő és dátumot a kijelző aljában, mert mindvégig ott van. Tehát én úgy rögzítem ugye a videókat, hogy a pontos idő és dátum folyamatosan látható a kijelzőnek a aljában. És csak így tudjátok időrendi sorrendbe rakni a videókat tulajdonképpen. Mert tényleg csak így tudjátok időrendi sorrendbe rakni. És
akkor úgy is nézzétek vissza, hogy ugye az időrendi sorrend kiadja. És akkor itt majd át fogok menni a útnak a másik oldalára, konkrétan. Tehát ezen a zebrán át fogunk menni. És akkor majd folytatom a sétámat az út túloldalán. Hát átmegyünk ezen a zebrán, ha átengednek. Ha átengednek, hozzáteszem. De némelyik autós pont szarik-e arra rá, hogy ez itt egy kijelölt gyalogos átkelőhely, már bocsi a kifejezésé, mert tényleg némelyik autós pont leszarja azt, hogy itt egy kijelölt gyalogos átkelőhely van. Tehát ezt ugye némelyik autós, jó, nem akarok itten most általánosítani, de pont leszarja azt, hogy kijelölt gyalogos átkelőhely. Persze, akinek nem inge, ne vegye magára, természetesen. És akkor én a továbbiabban arra felé fogok haladni, tehát arra felé fogom folytatni a sétámat. Tehát én a továbbiabban arra felé fogok haladni. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladunk erre felé. Mert valójában ugye erre felé kell folytassam az utamat. És ez már valójában ugye a Kadártai út. Tehát ez már valójában a Kadártai út. És ennek a utcának a végén van ugye a Kadárta úti buszforduló is tulajdonképpen, ahol lehet, hogy a mai napon véget fog érni a sétám, vagy egy kicsit lehet, hogy tovább megyek, ezt majd a későbbiekben eldöntöm, de az úgysem ebben a videóban lesz, hanem majd valamelyik következő videóban lesz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, meg hogy megnéztétek az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen. Na, jányok és fiúk, és akkor én folytatom is tovább a sétámat tulajdonképpen. Itt Veszprém városának területén. És kijöttem ide a kertvárosi részbe. Tehát azért haladok rendesen előre felé tulajdonképpen. Elég jó ütembe haladok. És ha jól számolom, ez a mai napom a negyedik videó, ha jól számolom, amit én ezen a mai napon készítettem. Tehát ugye a pontos idő és dátum ott látható folyamatosan ugye a kijelzőnek az aljában, és könnyű ugye időrendi sorrendbe állítani a videókat, és úgy is érdemes visszanézni őket, tehát időrendi sorrendbe, mert úgy is fogom feltölteni a YouTube csatornámra, hogy időrendi sorrendbe lesznek feltöltve tulajdonképpen. Tehát azért van az, hogy egyfolytában látható a pontos idő és dátum a kijelzőnek a alján konkrétan. Ez az egyik oka. A másik oka meg az, hogy ugye ezt a videót is ugye az akciósport kamerámmal rögzítem. Ugye az utóbbi videókat ugye igencsak az akciósport kamerámmal rögzítettem, az utóbbi jó pár darab videómat az utóbbi napokban. Hisz azért van ez a kamera, hogy ezzel dolgozzak, ne pedig a mobiltelefonokkal, pedig vannak mobiltelefonok is, de ugye mivel van ez a kis akciósport kamera, így hát van ez a kis akciósport kamera, így hát én ebben dolgozok. Köszönöm szépen, hogyha nézitek ezt a videót természetesen. És akkor haladunk tovább. Itt Veszprém városának kertvárosában most már. Hogy a belvárost már igencsak mögöttem hagytam. Mert hát érem már mögöttem van a belváros. Jócskám. Ugye haladok itt a kertvárosi részben, és egyre inkább már kifelé fogok haladni a városból, mármint Veszprém városából. Na, lányok és fiúk, és akkor én haladok tovább ebből a sétával. Itt Veszprém városának területén. Tartsatok velem a továbbiakban is természetesen, ebben az újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ott van, hogy már több mint 25 perce megy ez a videó. És akkor szépen haladunk előre felé. Na, jányok és fiúk, lassan kiérünk majd a Hold utcába, a Hold útra. És
és amint látjátok, itt is van egy utca erre lefelé, de erre felé most nem fogok elindulni lefelé, mert arra felé a Haszkobó lakótelep van, arra felé, mert ugye jártam a korábbiabban, nézzétek meg azokat a videókat is, tehát én a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, mert arra felé, ahogy mondottam, a Haszkobó lakótelep van tulajdonképpen, én meg ugye arról a részről már készítettem videót a korábbiakban. Most inkább egy kicsit másik irányba haladunk. Méghozzá rá fogok térni a Kadártai útra. És majd szépen ki fogok gyalogolni a Kadártai úton. Legalább a Kadárta úti buszfordulóig. És majd aztán lehet, hogy ott fogom befejezni erre a mai napra ezt a sétát. Meg a videózást is. De azt szerintem még nem ebben a videóban lesz, hanem majd valamelyik ezutáni videóban. Mert ugye ebbe a videóba az már nem biztos, hogy beleférne, sőt, biztos, hogy nem férne bele. Mert akkor ugye baromi hosszú volna már a videó. Hát így is már több mint 26 perce megy. Mert így is eléggé hosszúra sikeredett. Így hát szerintem az lesz majd lassacskán, hogy lezárom ezt a videót. És megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Csak előbb átmegyünk oda az útnak a túlsó oldalára, mert ott szemben már ugye a Kadártai út látható, tehát ott szemben az már valójában a Kadártai út, ami arra felé van. Most egy kicsit erre megyünk. Hát lányok és fiúk, szerintem átmegyek itt a út túloldalára, és ott fogom lezárni ezt a videót, és megköszönni a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben a újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Én a továbbiabban nem arra felé fogok menni, mivel hogy erről az útvonalról, ami itt előttem van, erről ugye én már a korábbiakban ugye készítettem videót erről az útvonalról, tehát én a továbbiabban több mint valószínű, hogy nem arra felé fogok menni, tehát nem arra felé folytatom az utamat, hanem szépen haladunk át ezen a gyalogos átkelő helyen. Tehát szépen áthaladunk itt az úton, és behúzódok erre a füves placra, és itt bent ezen a füves placon fogom megköszönni a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítettem Veszprém városának területén. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjatok véleményt a komment szekcióba. Köszönöm szépen, és így meg is mutatom néktek a közvetlen környezetet, hogy hogy is néz ki tulajdonképpen. Ott szemben van egy tetováló stúdió, tehát ott szemben ott van egy tetováló stúdió, ott szemben. Én pedig bemutatom néktek, melyik irányból jöttem. Én abból az irányból jöttem, tehát én abból az irányból érkeztem, tehát én onnan érkeztem, illetve onnan érkeztem, tehát én abból az irányból érkeztem, tehát onnan, abból az irányból érkeztem, és így szépen meg is mutattam néktek a közvetlen környezetet, hogy hogy is néz ki. És akkor jöjjön hát részemről tulajdonképpen a elköszönés. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen gagyi videó volt, tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen! Egyelőre ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hamarosan folytatni fogom ezt a sétát egy következő videóban. Tartsatok velem a következő videóban is természetesen. Most pedig jöjjön hát az elköszönés. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba.
Köszönöm szépen. Egyelőre ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. És ne felejtjétek, hamarosan jelentkezek újabb videókkal. Addig is kérem a türelmeteket és a megértéseteket. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Veszprém városából. Sziasztok!